Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Világok Harca aktuális része, üveges Huba történész youtuber a vendégünk, szervusz! Két adást fogunk ma is felvenni, az egyik egy aktuálisabb adás lesz, amiben egy kicsit a front helyzetet kérjük majd, hogy elemezd nekünk, illetve lesz egy másik adásunk is, ami pedig a Wagnernek az utó szervezeteivel fog foglalkozni, ezt egy pár nappal később fogják látni majd a hallgatók. De most akkor csapjunk is bele abba, hogy mi történik most jelenleg Ukrajnában. Ugye a nagy képet úgy nagyjából mindenki látja, vagy inkább azt mondanám, hogy ilyen hangulatokat, érzeteket lehet erről a háborúról leginkább az elmúlt időszakban tapasztalni hogy ki mit érez, kinek mi a hangulat ezzel a kapcsolatban. Picit borúsabbnak tűnik az ukrán hangulat. Mi az, ami ezt igazolja? Mely települések azok, amelyekre egyébként most érdemes odafigyelni a háború szempontjából? Mi történik egyáltalán most Ukrajnában? Lényegében az október 10-én megkezdődő orosz offenzíva zajlik tovább, így Babnyivkáll este után is, illetve, amit így el lehet mondani már az elmúlt hónapokban is, hogy ez egy szélesebb arcvonal szakaszon zajlik, szóval nem csak a gyívka hanem illetve annak térsége, hanem lényegében a teljes Donetszki front frontszakasz, illetve néha, néha az attól északabbi frontszakaszon is, Hánszk és Hárkov határában is zajlanak harcok, ott is. Indítanak kisebb offenzívákat az oroszok, illetve Zaporozsecben úgy szintén ott, ott, ugye kezdjük talán ott, ugye a szárnyaknál, ott a robotinei kiszagelés lefaragása úgy tűnik továbbra is a céljuk, ez irányból már számos támadást indítottak a térségben, és, és hát ugye ez jelenleg is zajlik. Éjszakon, hogy a másik szárnyat is említsük, ott a, egyrészt a Oszkol folyó elérése, így a fő céljuk, ez, ez irányba már hosszabb ideje zajlanak hadműveletek, illetve egy kicsit közelebbi cél ott a déli szakaszán, ennek a Luhánszkinak mondott tartvonal szakasznak, a Zsirobec nevi folyó elérése, ez még az Oszkolt volt egy keletre lévő folyó, de attól keletre is harcolnak ukrán erők, amiket úgy számolnak az oroszok, hogy elvághatnak, ahogy logisztikailag így Hidag hián és szárazföldi összekötetés ilyen sokkal nehezebb helyzetbe hozhatnak, hogyha, hogyha elvágnak, illetve, hát, hogy az északi offenzíván az egy másik fő célja. lehet, így limán visszavétele azt még 2022. szeptemberében vesztették el az akkori ukrán ellen amiatt miatt az azóta is az oroszoknál egy sokat emlegetett település, amit így nagyon szeretnének visszaszerezni, de ez alapvetően egy szárny támadás, szóval itt azt láthatjuk, hogy az adott front szakasz nagy része csendes, de hol itt, hol ott indul ott egy orosz támadás, ami, ami hát ugye igyekszik ugye súlypont mozgatásával kellemetlen helyzetbe hozni az ukrán védőket, szóval Szóval ten, tenni azt, hogy hol, hol, is koncentrálják az erőiket, és hát ugye ezzel igyekeznek erőket elvonni. A Donetszki front szakaszról is persze, ami így a fő, fő erőfeszítés, ahol a fő erőfeszítések zajlanak. Itt ott is több támadás irány van, a leghíresebb nyilván az ide de kezdjük talán délen. Dél Donetszkben zajlik egy Novomihailiv Kai ütközet, ez, ez, is már egy több hónapja zajló ütközet, aminek úgy tűnik, hogy nagyjából a végére értek, ugye a település 90%-a nagyjából az oroszoké, és a következő település Konstantinivka irányába próbálnak most előrelépni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy lényegében ez egy folyóvölgy, ami, aminek ugye Novomihailivka a legkeletebbi települése, Onnantól kezdve viszont egy vannak a települések, ennek a Kaslagács folyónak a völgyében végig. Szóval, hogyha Novomihajlivka megvan, utána utána, és hát már nem a, a Mihály Lifk is azért érezhetően rövidebb idő alatt zajlott le, mint, mint magának a telepésnek a megközelítése. Szóval a megközelítés az egy nehéz folyamat volt, egy nyílt terepen kellett keresztül jutni, szem délről sikerült végül betörni a településre, ott például 1600 métert kellett megtenni nyílt terepen, ez nem tűnik olyan soknak talán, de az ukrajnai háború viszonyai közepette akkor a nyílt terepet nehéz átugorni. Most ekkora nyílt terepek viszont a későbbiekben nincsenek ebben a folyóba, szóval hogy erre fel tudnak fűzni egy támadást, és úgy néz ki, hogy fel is akarnak. Itt Konstantinivka a második településnek az elfoglalás azért is fontosnak látszik, mert az ukránok dél fellegvár fellegvára, Buledár, az attól ugyan Jócskán délre van, de, de a, annak a legfontosabb utánpótlási útvonala, amit az oroszok például a 2023 évelei támadás során egyáltalán nem tudtak blokkolni, az pont minden indul ki. Szóval, ha Konstantinivka elesik, akkor vuladár ellátás is sokkal nehezebbé válik. Lévén az attól nyugatra első útvonalakat, útvonalat, ugye egy, egy útról beszélünk ott is csak, azt délnyugati, vagyis hát szóval dél, déli irányból, déli délnyugati irányból az oroszok viszonylag könnyen el tudják vágni, lévén, csak egy-két kilométer van. És az esetben viszont lehetséges, hogy ugye azt a fellegvárat, ugye itt egy nagy rész magas házakból álló városról van szó, ami, ami egy elég kopár terepen fekszik, és hát lényegében tényleg minden erőt magasodik fölé. Bocsánat, így... ez Avgyívkához viszonyítva, csak hogy viszonyításképpen ezt milyen jelentőségű, milyen nagy város ez a Uledár? Ez fele akkora, térnyelésben lévén, élt, kevesebb a település, ez, ez a dél térség talán területileg valamivel nagyobb lenne, de ez mindenképpen ugye ennek a bevétele egy fontos cél így az oroszok részéről, szóval ebben az irányban számíthatunk így ilyen összetettebb hadműveletekre, aztán, hogyha éjszakabbra megyünk a közép mm. Donetszki arszónalszakaszt irányában, akkor még Krasznahorivka, egy olyan település, ahol most jelentősebb harcok zajlanak, meglehetősen intenzív harcok, csak hogy így az elmúlt napokról beszéljek, például április 7-én az ukránoknak sikerült a település déli részéről kiverni az oroszokat, de április 8-án már a település keleti részér betörtek, szóval elég váltakozó. Sikerrel zajlankott a harcok, de de ott is azért, azért így azt lehet látni, hogy lassan előre haladnak az oroszok. Aztán ami egy gyorsabb frontszak az a szempontjukból, az az Avgyivkai irány. Itt, amit reméltek Avgyivka este után, hogy az azt követő településevet így lendületből beveszik, az, az, ugye nem sikerült, azt, az láthattuk, de lassan előre jutnak itt a karlívkai biztározó az, a, az az irány, ahova próbálnak kijutni, így a déli szárnyon, az ugye adna egy ilyen stabil sarokpontot, ahonnan aztán át tudnának csoportosítani erőket kicsit északabbra, ahol is most ugye Berdicsi központtal zajlanak a harcok. Szerintem, szóval, ha még északabbra megyünk, akkor a Bahmuttól nyugatra első térség, itt ugye Csasszív jár, ami, amit mostanában talán nem emlegetett, annak a keleti be sikerült az oroszoknak most behatolni, illetve hát attól éjszakra egy Bogdanivka nevű települést, így szintén ilyen 90%-ban elfoglalniuk. Szóval ott is zajlik egy előre törés, és hát, hogyha még éjszakabbra megyünk, akkor a severszkig kiszegelésnél is azt látjuk, hogy délről is támadják az oroszok, illetve az észak-keleti részében is zajlik egy hadművelet, ami ugye Harivkát az utolsó. Luhánszki települést, amit még az ukránok tartanak, azt próbálják elszigetelni vele. És ez a támadás egyfelől a, az ukránoknak a Szeverodinyecki csata után kialakított védvonalát, az ugye vasvonal vagy Zelenszki vonalat akar így teljesen elfoglalni. Ugye ennek a települései annak idején Seversk, Szoledár, Bachmut, Avgyivka és Buledár, szóval ezek voltak a fő sarokkövei, és ezek közül ugye 23. januárjában Szoledár, májusában Bakmút, majd pedig ugye egy nagyobb szünet, és ugye februárban Nabdivka az a milyen hogy Severszk és Vuledár ebből a szempontból ezt a védvonat teljesen felszámolják kiemelt célpont. Azért is fontos, hogy ezek ezt a védvonat elfoglalniuk, lévén, hogy az ukránok Védműveik jó részét is ezen a vonalon építették fel, szóval ez egy viszonylag stabil vonal. Ettől a nyugatabbra, amik most épülnek, vonalak azok még annyira nincsenek megerősítve. Nyilván itt a földmunkákban azért komoly előrehaladás látszik. Ha megnézzük az ukrán erődítéseket, mutató térképeket, amiken ugye azok a kis sárga jelek jelzik az ukrán erődítéseket, azért már bőségesen vannak ott is de az aknamezőket például ugye nem tudják áttelepíteni kicsit nyugatabbra, hogy azt a védvonalat erősítsék, és a, még szintén fontos, hogy a sérült, elhagyott járműveket sem tudják nyugatabbra menekíteni, szóval azok is így rossz kézre kerülnek, ugye az eddigi támadásoknál is ilyen jellegű zsákmányból viszonylag bőséges volt, és ez a két tényező miatt ugye ennek a vonalnak a leküzdése egy pontos orosz részről. Más kérdés, hogy sokak szerint ehelyett egy meglepetésszerű támadás, például a Hárkov irányából logikusabb lenne lévén, hogy ott sokkal kevésbé kiépített védvonalon kell keresztül jutniuk, és ha azon keresztül jutnak, akkor onnantól kezdve tudnák használni az uthálózatot, ami viszont itt ebben a Donetszki térségben nagyon nehezen elképzelhető, ami még így fontos, így a konkrét településeken túl, az, hogy, az, hogy ez egy nagyon hosszú front szakaszon zajló offenzíva viszonylag nagy erők bevonásával, hogyha az erők mértékét nézzük, akkor talán a méretű offenzívájuk még nem is volt mindez a mostani az oroszoknak, kivéve persze a háború legelején vívottat, bár talán így a konkrét haditechnika mennyiségét meg a katonák számát tekintve az is alatta maradt. És ez, ez azon túl, hogy teret nyer, így hát azért nem túl gyorsan, ami másik fontos faktor, hogy az ukrán védelmet is kimerítő. Ugye látjuk, hogy folyamatosan próbálnak tartalékokat bevetni, amikből ugye nincs sok, vagy pedig a kevéssé támadott front gyorsan átcsoportosítani, és hát ugye igazából, ami egyben tart egy front vonalt, azok a tartalékok. Szóval, hogyha egy meggyengült szakaszra nem tudnak újabb tartalékot bevetni, akkor ott, akkor ott nyilván vissza kell vonulni, vagy, vagy akár nagyobb ereség is bekövetkezhet, hogyha nem vonulnak vissza időben. És ezek a tartalékok, amik úgy igazán fogyóban vannak, és emiatt, hogy, hogy ez a helyzet ilyen veszélyes, szóval nem, nem attól kell tartani, hogy elesik jár vagy Krasznahorivka, hanem attól, hogy esetleg a védelmük során annyira kimerülnek az ukrán védők, hogy következő nagyobb orosz offenzívát már nem tudják elszigetelni. Szóval ezt a támadást, hogy hasonlítani kellene valamihez így a Történelmi példák közül akkor talán az 1918-as nyugati fronti Antantóffenzívára lehetne hasonlítani, szóval az is egy ilyen egész harcvonalon zajló offenzíva volt, szintén nagyrészt felörlő célzattal, nagyobb mértékű manőverek nélkül, és hát ott is ugye megvoltak azok a faktorok, amikkel most az oroszok számolnak, hogy bizonyos területeken ugye kiépítettek előnyt, kidolgoztak előnyt, itt például a, a fegyverek terén, az ATGM-ek terén is történt egy gyártásbeli növekedés, történt a drónok terén, a Landsat drónokra, az FPV drónokra is egy jelentős felfutás, történt újabban a, a, a siklóbombák terén is irányított a légi bombák terén is egy jelentős felfutás, ugye itt megemlíthetjük talán számokat is, hogy 2023 végén még napi átlagban 30 ilyet vetettek be, aztán januárban már 50-et, aztán február végére elérték a napi százat. Szóval ez egy nagyon jelentős felfutás, és emellett a az mértéke is megnövekedett a frontvonalban. Nemrég publikálta talán a Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, röviden Ruszi nevű brit kutatóintézet erről egy tanulmányt, hogy 2023 éve elején azt hiszem, hogy 390 ezer főre becsülték a 3, 370 ezer főre becsülték az orosz, orosz, csapatok létszámát Ukrajnában, 50 különböző szervezetbe tömörítve, nyilván a a federációs haderő volt akkor is, de akkor ugye volt Dojeszki nép, hadsereg volt Wagner, és hát ugye ezt ez nyárra nőtt 410 ezer főre, és 2024 éve elejére pedig már 490 ezer főre. És emellett pedig a haditechnikai veszteségek ellenére is több mint 2000 harckocsit és több mint 7000 páncélozott járművet, valamint közel 6000 tüzérségi löveget, önjáról löveget rakéta sorozatvetőt tartanak még ebben a térségben, ami azt jelenti, hogy ha bár számszerűleg nincsenek fölényben, mert hogyha megnézzük, Umerov, ukrán hadügyminiszter szeptemberben tett nyilatkozatát, ő arról számolt, be, hogy az ukrán haderő nagyjából egy millió fős, Ebből 800 ezer fő tartozik közvetlenül a haderőhöz, 200 ezer fő pedig a nemzeti gárdát és a kisebb szervezetekhez, tehát euh, élő erőt tekintve van némi ukrán fölény továbbra is, de jóval kisebb, mint az eddigiekben, és haditechnika terén pedig ezt a két-két és félszeres fölényt pedig sikerült megőrizniük, talán valamelyes növelniük is Ugye itt azért haditechnika terén érdemes megemlékezni róla, hogy nagyon jelentősek a veszteségeik, de itt is ugyanez a tanulmány arra jutott, hogy az a nagyjából 200 páncélos, amit elvesztett, elvesztenek havonta az oroszok, pótlásra kerül, ugyanis nagyjából 300-at szállítanak le időközben az Ukrajnában harcoló csapatoknak, 100 harckocsit, 200 páncélozott járművet, szóval ez mindenképpen mindenképpen egy olyan tendencia, ami abba az irányba mutat, hogy ez a védelmi vonal ideig, ideig óráig tartható, és hát ugye az a nagy kérdés, hogy utána következő védelmi vonalakat mennyire sikerül védeni, ugye Ukrajnának több problémája is van, amelyek viszont súlyosbannak szól, míg az oroszoknál úgy tűnik, hogy hogy képesek javulni különböző területeken, fejlődni, egyre több hadi eszközt felsorakoztatni, addig az ukránoknál pont fordít, vagy egy, egy csökkenő nyugati támogatásról beszélhetünk, hogy itt az Európai Unió részéről vannak erőfeszítések arra, hogy kiváltsák valamennyire az amerikai hadi anyag, meg az amerikai pénz hiányát, de de hát ez náluk is látszik, hogy úgy általában években beszélnek, hogy még néhány év és elegendő lőszer tudunk előállítani, és, és ehhez hasonlók, de, de ezek mindenképpen túl hosszú időintervallumok ahhoz, hogy a jelenlegi helyzeten tudjanak enyhíteni. Szóval az túl, túl erős volt az amerikai függés, itt nyilván az amerikai választások ebben még szerepet játszhatnak. Emellett ugye, van ez az elhúzódó vita is a mobilizációról Ukrajnában. Annak ellenére azért, hogyha követjük a iradásokat, folyamatosan érkeznek a felvételek arról, hogy hol melyik városban tartanak razziát az ukrán toborzó tisztek az SBU-val, stb. belügyi szervvel karöltve, ahonnan ahonnan, akit alkalmasnak látnak már, mint egy vizuálisan egy ránézésre, azt visznek katonának, szóval azért zajlik egy bizonyos szintű mozgósítás továbbra is, de a nagy mozgósítást azt, azt ugye itt a parlamenti viták elodázták, illetve ugye a lőszerkérdés, ami még így a hadi anyag, egyéb hadi szállítások közül is egy ilyen kiugró, a, a gyengén teljesítő dolog mostanában. Hát ugye még a drónok területén voltak sikereik, ezekre majd szeretnék is még itt visszatérni a drón támadásokra, mert az elmúlt napokban is voltak ilyenek. De még előtte hadd kérdezzek legalább két másik kérdést. Az egyik az, hogy Cikkeztek arról az utóbbi időszakban, hogy mi van akkor, ha összeomlik az ukrán front, vagy egyes front szakaszok, vagy így nem tudom, hogyan fogalmaztak, bezuhannak, betörnek ezek a szakaszok. Ez pontosan mit jelent, mikor állhat elő egy ilyen helyzet? Te látod-e azt egyébként, hogy mondjuk ezek az orosz offenzívák, amiket te most itt elmondtál, hogy melyik településnél hogyan valósul meg, ennek részben célja az, hogy úgymond kiukasszák ezt az egységes frontvonalat. Most én ezt ilyen laikus fogalmakkal próbálom Megközelíteni. Tehát ez az egyik kérdés. Aztán majd még a következőt megpróbálom észben tartani. Igen, kétségkívül céljuk, szóval próbálnak gyenge pontokat keresni, ott előre jutni. Ez néha sikerül is, de az ukránok elég jók a tartalékaik felvonultatásában, csapatok átcsoportosításában, és azokat aztán bevetik ellentámadásban. Szóval az nem egy ilyen teljesen egyoldalú offenzíva, azt azért mindenképpen fontos hangsúlyozni, mint például azt a Krasznahorivkai példa is mutatta, ott is hol az oroszok támadnak, hol az ukránok ellen támadnak, szóval nagyon sokszor egyes pozíciók sokszor is gazdát cserélhetnek, és és hát igen, ilyen körülmények között nehéz, nehéz előre jutni, és hát ugye, nagyobb csapatkoncentrációkat is igyekszik mindkét fél kerülni, szóval azért is, hogy ennyire felapródott ez az offenzíva, mert, mert azt látjuk, hogy az ukrán tüzérség, ha bár egyre fogy a muníciója, szóval egyre kisebb mennyiségből gazdálkodik, de arra tartalékolnak rendszerint, hogy a komolyabb páncélos azért el tudják szigetelni, amikor azok előre mozognának, ugye az esetek jó részében. De akkor itt, ha jól értem, az idő végül is az ukránok ellen dolgozik, mert hogyha nem kapnak elegendő segítséget, vagy egy csökkenő támogatásról beszélünk, miközben egyébként vannak folyamatosan támadások, ahova pedig folyamatosan még akár tartalékolni is kellene, vagy egy idő után a logika szabályai szerint ez el fog fogyni, vagy egy olyan kritikus szint alá csökken, ahogy már nem lehet tartani azt, ami ma van. É, igen, ez kecsek kívül így van. Az idő most ellenük dolgozik talán az amerikai elnök választásoknál, hogyha nekik kedvező eredmény születik, akkor már mint nyilván demokratáknak kedvező, akkor talán változhat a helyzet, bár ugye jelenleg is demokrata kormányzás van, és mégse, mégsem valósult meg az a szintű támogatás már még már itt talán augusztus-szeptember óta, amit így az ukránok elvárnának, ennek uh, nyilván az egyik oka az, hogy a republikánusok ezeket a um, elsősorban a, a pénzügyi támogatások megszavazásánál uh, ellenem mentek ennek a jelentősebb felajánlásnak, másrészt viszont um, lehetséges, hogy eleve, a, eleve úgy volt összeállítva ez a segélycsomag, hogy, hogy túl nagy legyen, hogy túl sok minden legyen benne. Itt ugye um, olyanok is szembe mentek vele, például akik az izraeli támogatásokat ellenezték, mert azokból is belefoglaltak néhányat, de azok aztán később nálóan mégis megvalósultak, szóval, szóval ez nehéz kérdés. Még itt annyit, hogy ugye a tavalyi Ukrán ellentámadás igazából most lehet látni ennek úgymond a tragédiáját, hogy ez volt az volt, vagy ez kérdés, hogy szerinted is az volt Ukrajnának igazából az a esélye, amivel valamit tudott volna, úgymond ebbe ezen a háborún fordítani, és hogyha az most ugye tudjuk már, hogy nem sikerült, akkor milyen kilátásai vannak? Még te látod azt, hogy akár egy front helyzetből kiindulva látszik bármilyen el mögött, vagy egyszerűen csak úgymond egy kétségbe esett védekezés zajlik? Hmm, hát a nyári offenzível nem inném, hogy úgy jöv komoly eséllyel kecsegtetett volna az ukránoknak, szóval ott eleve azt, amit elterveztek, nem, nem tudták volna keresztül vinni akkor se, hogyha mondjuk a Bakhmuti támadás irányról lemondanak, és az ott harcoló csapatokat is délen vetik be, mint ahogy azt így az amerikaiak többször is felrótták nekik kritikának. Egyszerűen nem volt meghozzá például a kellő légvédelmük, és saját légerejük, meg nyilván közel se volt, olyan szinten akkor már, hogy jelentős legyen, szóval így, így az orosz légierővel szemben mindenképpen sebezhető pozícióban voltak, és, és így azért lehet, hogy mélyebbre jutottak volna, hogy jobban koncentrálják az erőiket egy ponton, de az, hogy az ami tengert elérjék, ez mindenképpen egy túl nagy szabású vállalkozás volt ahhoz képest, hogy a, ami így rendelkezésükre állt, még, még igazából páncélosok, vagy élő erőterén se volt meg az ahhoz szükséges erőfölény. Térjünk akkor rá a drón támadásokra, hogy már itt az előbb céloztam rá, ugyanis orosz repterek ellen is nagy hatótávolságú ukrán drón lehet beszélni itt az elmúlt időszakban, illetve viszonylag friss hír, hogy a aporizsiai atomerőművet is drón támadás érte, és az oroszok szerint emögött Ukrajna áll, tehát ukrán drón támadásról beszélhetünk. Ha lesz idő, egy pár perc erre külön kitérhetnénk egyébként, de az elmondható akkor, hogy végül is most kis túlzással, de de a háborúban bevetett drónok, most tudom, hogy máshol is voltak már, de ilyen számban és ilyen, ilyen mértékben, ilyen hatékonysággal az ukránoknál lett egyfajta ilyen háborús innováció, és ehhez, ahogy látszik, ragaszkodnak is, hogy ezt használják. Kétségkívül ugye zajlott egy elég komoly kampány az ukránok részéről, így a az orosz olajfinomítók ellen is, ott is sikerrel ott, ott nagyobb sikerrel alkalmaztak drónokat, inkább úgy mondom. A reptereknél viszont ez a hatás elmaradt, így ugye elég nagy bejelentések történtek, hogy 18 orosz gép megsemmisítéséről, de valójában ugye később, amikor bejöttek a Műhoz képek az eredményekről, azt látszódott, hogy egyetlen egy gépnek megsérült a szárnya, szóval annyit tudnak az egészben igazolni, és, és hát ugye ez azért nem vet hát olyan nagyon jó fényt erre a drontámadásukra. Itt uh, amúgy ugye számos uh, újfajta nagyobb hatótávolságú dront alkalmaznak az ukránok, ezeket részben gyártják, részben pedig uh, kis repülőgépeket építenek át drónnást is lehet látni. Ezek, ezek viszont zavarhatóak, szóval valamennyire úgy néz ki, hogy mindig kitérnek a cél elől, és amennyiben nagy fix célpont van, azt képesek eltalálni, de amennyiben kisebbek a célpontok, ráadásul, hogy azok fel is tudnak szállni, mielőtt még beérkeznének a drónok, akkor, akkor sokkal kisebb a találati arányuk, Ugye elég sok az ilyen nagy léptékű követelés, hogy ugye februárban is azt mondom, hogy 11 orosz Szuhaj 34-es vadászbombázó lelövését követelték, és jelentették be az ukránok. Ott is lényegében bizonyíték, szinte semmi nem volt. A zaroszok azt hiszem egyet ismertek közülük, szóval annyit tekinthetünk bizonyítottnak. Itt ahogy érdekes dolog ez is, ez az információs háborúnak nevezett része a dolognak, hogy ugye sok ilyen nagy bejelentés van, úgymond, azok elég nagy média visszhangot kapnak, de aztán, amikor eljut a bizonyítási szakaszig a dolog, fogalmazunk úgy, akkor az már nem, hogy a mi képek ezt nem igazolták, és, és, hát ezt elég sokszor látni, ahogy... A, de ez az egész információs háború egy érdekes dolog, mert szerintem legalábbis, és itt a nevét fogom mondani, ennek nincs sok értelme, hogy akár az egyik félnek a szimpatizánsa, akár a másik félnek a szimpatizánsa direkt becsapja magát azzal, hogy az ő, az ő oldala úgymond jobban áll, mint ahogy áll, mert... És és ennek megfelelően az ilyen híreket részesítse elő előnybelé lényegében. Másfelől pedig a hitelét is rontja a bejelentőknek, amikor ilyen nagyon nagy követelésekkel állnak elő, úgyhogy, úgyhogy aztán később az távhalatra kerül. Az atomerőmű támadást, ezt hova sorolnád? Azt nehéz még megítélni, ott ugye egy kisebb támadásról van szó, amit így olvastam róla, lehet, hogy később száfolatot nyer, de azt szerint alapvetően az ad dolgozóknak az ilyen étkezdéjét vették célba a drónok, szóval tényleges veszélyhelyzetet nem idéztek elő, hogy hogy veszik nukleáris biztonság szempontjából, de ettől függetlenül még, még nyilván nem, nem célszerű így, így az atomerőműveket ilyen mértékben se veszélyeztetni, bár ugye az aparozsati atomerőmű ugye, elég sok ö, hasonló fenyegetésnek ki volt már téve. Itt ugye a legnagyobb talán, ami, ami, ami még most is fennáll valamilyen szinten, ugye a Hofkai víztározónak a, az elvesztése volt, ami miatt a hűtése került veszélybe amúgy a vízszint az alá, a szint alá csökkent, amit korábban kritikusnak mondtak, ennek ellenére azért szerencsére sikerült elkerülni, hogy ott komolyabb probléma történjen. Előbb. Igen, ugye ez, ez, is egy nehéz kérdés. Amúgy az ukránoknak ugye korábban még 22-ben több kísérlete is volt, hogy az atomerőművet elfoglalják, hogy kommandósok átkeljenek ott a kafkai víztározón, és és akkor csak az atomerőművet ott visszaszerezzék egy ilyen szigetként, így az a körüli orosz megszállási vezetben. Ezek, ezek nem, nem voltak annyira átgondolt kísérletek szintén, és ugye ott is tüzérséget alkalmazott mindkét fél. A az mondjuk sokkal veszélyesebb lehet, mint a drónok, mert a drónok többségén azért van kamera, szóval nagyjából látják, hogy merre mennek. A tüzérség esetében viszont viszont ott, ott, ugye nem csak irányított lövedékeket használnak, illetve az irányított lövedékeket is kitérítheti az a varázs, hogyha, hogyha, olyan szintű, már pedig gyanítom, hogy abban a térségben elég magas, szóval a tüzérség az veszélyesebb volt ebből a szempontból. Hát nyilván a drónok is, hogy olyan jellegű személyi veszteséget okoznak, akár a személyi veszteség is idézhet elő veszélyt, hogyha nem tudnak szakértő módon kezelni egy problémát, ami az adott időben fennáll. Nagyon szépen köszönöm itt az aktuális részét, akkor ennek a beszélgetésnek le kell, hogy zárjuk, és fogunk jelentkezni a következő napokban majd a Wagner utó szervezeteivel kapcsolatban készült műsorunkkal.